Lébényi Március 15 mezőgazdasági szövetkezet jelen pillanatban olyan 620 hektáron gazdálkodik. Az adottságaink azok azt mondom, hogy aránylag jók, tehát a termőterületnek a átlag aranykorona értéke az olyan 24 aranykorona hektáronként. Ahol jelen pillanatban állunk, az egy repce, egy őszi káposzta repce, ami egy jó fekvésű terület. Azért választottuk ezt a hardi gépet, mert hiszünk a technológiai fejlődésben, hiszünk abban, hogy a modernebb gépekkel nyilván egy jobb hatásfokot fogunk elérni, és hát ahogy ugye a területünk is, a szövetkezetünknek csökken, úgy az ember létszámnak is nyilván csökkenni kell, és azt gondolom, hogy ezzel megfelelő területteljesítményt tudunk elérni. A 2018-as gépvásárlásból történt a Hardi Navigator 3000-es permetezőnek a beszerzése. 3000 literes tartállyal rendelkezik, 300 literes mosótartállyal, 280 liter per perces szivattyúval, 24 méteres szórókerettel, 9 szakaszos automata szakaszoló rendszerrel, ami GPS alapon szakaszol. Egy új Delta Force kerettel rendelkezik a gép. Ez a permetező keret egy NORAK rendszerrel van ellátva. A NORAK az egy ultrahangos talajfigyelő szenzor, mellette még a gépünk el van látva egy hidraulikus nyomkövetővel, amit a traktor, szintén a traktornak a hidraulikájáról működtetünk, ami a forduláskor a gép a traktornak a csapásába fordítja a permetezőt. Kevesebb taposási kárt hagy így maga után a gép. Könnyebb kezelni ezt a gépet az előzőekhez képest. Nagy előnye, hogy az előzőeket az kézi keretnyitású volt, ez a gép már hidraulikus keretnyitású. Olyan érzést ad a Delta Force keret, mintha az ember traktorral menne közúton, a nap végére nem fárad el annyira. Ezáltal, hogy nem az egész traktort ráncigálja a permetező keret. Az előző géphez képest nagy fejlődés volt ez a cég életében, mert előtte kettő permetezővel csináltuk meg ugyanazt, amit ezzel az egy géppel. Munkaközben nagyobb sebességet lehet a géppel produkálni, az előző permetezőkkel nagyságrendileg tudtunk menni 10 km-es sebességgel, a mostanival 14,5 km-rel tudunk haladni a földön.